Dukai Zsófia, 2018 fosztóképző. Amikor a Szani megosztotta az nagyon-nagyon személyes élményét, és az így, az akkor nagyon ilyen meglepő volt, hogy ennyire bízik bennünk, hogy egy ilyen személyes dolgot elmond, megoszt velünk, és engedi is, hogy felhasználjuk. Szerintem az volt, az volt így a legmeghatározóbb, igen. Hát volt egy párszor, hogy sírtam. tudom, <laughs> szóval melyik volt a legmegrázóbb. Igen, igen, megvan. Amikor... Uh, ugye volt az a rész, amikor így el kellett játszanunk egy élményt, ami, meg, ami megtörtént velünk korábban. És ugye én azt választottam, hogy amikor, amikor még alsó osztályban voltam, és, uh, és kihívtak a táblához, vagy, vagy, nem, nem, elkéstem, és aztán a, az osztályfőnök meg, meg hát így folyamatosan így mondta nekem, hogy én milyen trehány vagyok, mennyire. hát igazából ezt mondta nagyon sokféleképpen áll, és igen, azt úgy nehéz volt, hogy ugyanúgy, mondták nekem, mint akkor, és ez nagyon úgy visszahozta azokat az emlékeket, amik, akkor voltak bennem. ugye azokat az érzéseket, azt a nyomorgörcsöt. tehát igen. Hát nagyon izgultam, mert ugye az előadás előtt voltak, az előadás előtti egy hétben nagyon nagy változások történtek, és igazából nagyon kételkedtem benne, hogy ez működni fog-e. Meg szerintem amúgy mindannyian, hogy, hogy, mennyire lesz működőképes, mert ugye a próba folyamatok során ugye a, a szövegtanulás, meg, Hát, szóval nem ment minden annyira, annyira tökéletesen elsőre, mint amennyire így gondoltuk, és még, a, még az előadás előtti főpróbán sem volt minden tökéletes. Tehát tényleg csak abban bízhattunk, hogy majd az izgalom hatására majd, majd minden tökéletesen fog menni, vagy majd tudunk úgy reagálni, hogyha hibázunk, akkor helyre tudjuk hozni. Szóval izgultam, nagyon. És én nem is csak magamért, hanem a többiekért is, hogy ez az egész ez lesz -e olyan jó, amilyennek érezzük, vagy hát nem éreztük olyan jónak pont akkor, de hogy, hogy igen, hogy mit fog, hogy egyrészt, hogy működni fog-e meg, hogy maga a közönség az mennyire, mennyire, fogja, mennyire fogja ugyanúgy átérezni, mint ahogy mi. De hogy valaki megkönnyezte a darabot, és, és erre nem számítottam. Nem sokszor van az embernek lehetősége, hogy kipróbálja magát színpadon. Ez volt az egyik. Hogy olyan emberekkel találkozunk, akikkel amúgy nem találkoznánk, és olyan emberi életeket ismerünk meg, amikkel amúgy nem találkoznánk. Ez, ez szó is, mit is volt, na mindegy. Uh, mi is volt a kérdés? <gül> <gül> és hogy jó, jó volt így kibeszélni magamból azokat a dolgokat, amik akkor történtek, mert ezért ez már régi történet viszonylag, és, és nekem nagyon jó érzés volt, hogy beszélhettünk róla, meg megismertem másnak a nézőpontját is, ugyanazzal kapcsolatban. Szóval az is nagyon jó volt. Egy, igazából egy tágította a látásomat, um, hogy, hogy mondják ezt. De igen, és meg kicsit nyíltabbá is váltam ezáltal.